A tél okozta sérülések feltárása, kijavítása és a járművek tavaszi felkészítése a későbbi költségek elkerülése miatt elengedhetetlen március-április tájékán. Hogy a járműtulajdonosoknak kedvezzenek, a megyei kormányhivatal Nyíregyházi járási hivatalának műszaki vizsgáló állomásán ilyenkor ingyenes közlekedésbiztonsági nyílt napot tartanak, ahol a szakemberek díjmentesen vizsgálják a járműveket. Fontos jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy látni látszatét. Tehát a világító jelzőberendezéseken túl a fényszóró ellenőrzésre hangsúlyosan felhívjuk a jelenlévőknek a figyelmét. A helytelenül beállított, mert elég gyakori a helytelenül beállított fényszór, ezt közúton ugye éjszaka napjában sokszor tapasztalhatjuk, ezeket is ingyenesen beállítjuk. Ami nagyon fontos dolog még ennél az átállásnál, hogy az ablakmosó folyadék az mindig állja a rendelkezésre, nem csak a tartályban, hanem még a csomagtartóban is, hogy utántöltésre lehessen gondolni. Jelen pillanatban ezt is ingyenesen pótoljuk. Az ingyenes ellenőrzésre egymás után várakoztak az autók és tulajdonosaik. Ilyen ingyenes átvizsgáláson most vagyok először. Itt voltam már más alkalommal, más cégnél, de itt most vagyok először. Tegnap olvastam az újságban, úgy gondoltam, hogy jövő hónapban lejár a műszakia, és átnézhetem. Egyik romás, meg azt szeretem, ha rendben van az autó. Mert nem csak én hajtom, vannak gyerekek, unokák, úgyhogy én azt szeretem, ha biztonságosan közlekedünk. A műszaki vizsgaállomáson motoros vizsgáztatást is tartottak, és kiemelték, idén lesz még ingyenes állapotfelmérés a téli időszak előtt.